Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, és mit fog tenni. Az ő gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Kezébe veszi szimbolikusan ezt a kardot, és ezzel a karddal le tud zárni valamit. Például a félelmeit, vagy egy bizonyos kapcsolatot, vagy a lakhelyét, vagy a munkahelyét. Tehát utal változásokra. Amit a kard még jelent, az a levegő eleme, hogy most felszabadultnak érzi magát. Amit a kép még közöl, ezek fontos döntések, és jelenti a kommunikációt is. Itt megjelenik, mint egy király, és elfoglalja a helyét az életben. Uralkodik. Mégpedig uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Ez lehet az ő intuíciója, vagy hogy érzelmekkel közeledik hozzád, de elvárja azt is, hogy te is felfigyelj rá. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Ő lépéseket akar tenni, de még bizonytalan, nem tudja, mi van akkor, ha egy lépést előre megy, megvan a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Közeledni akar hozzád, hiszen tervezi azt, hogy átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami azt jelenti, hogy ki akarja mutatni az érzelmeit, de bizonytalan, nem tudja, hogy észreveszed-e, nem tudja, hogy elfogadod-e, de azért bízik abban, hogy lesz találkozás, közeledés. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Valamit lezár, a múltból elfordul bizonyos dolgoktól, vagy kapcsolatoktól, kimutatja a bátorságát, egy új irányba tekint, sőt, látható, hogy sikerei vannak. Átnyújtja számodra ezt az aranyérmét, ami jelenti az értékeket, hogy értékel téged. Persze lehet anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat is. És most van egy meglepetésem, mégpedig elmondanám ehhez a történetet. Néhány évvel ezelőtt tanult nálam egy nagyon kedves, aranyos kis hölgy Magyarországról, mégpedig a kártyavetést, és annyira tetszett neki a Lenormand kártya, vagy ezek a gondolatok, hogy most megjelentette a saját könyvét, a saját kártyáit, és itt mutatom, hiszen küldött nekem is ebből, és szeretném mutatni a kártyákat, meg nekem nagyon-nagyon tetszik, majd dolgozom vele. Amit még hozzáfűznék, hogy a kártyákat ő árulja, tehát megrendelhető, de hogy hogyan, milyen címen, ezt még nem beszéltük meg egymással, de ha van érdeklődés, akkor írhattok nekem, vagy a kommentárba, vagy e-mailt, és akkor én majd ezt közlöm vele, és fel tudjátok venni a kapcsolatot. A lényeg az, hogy a kártyák hozzá a könyv megrendelhető, nem nálam, hanem nála. De így a nyilvánosságom, most nem akarom a címét mondani, ezt meg kell, hogy beszéljük, de rajtam keresztül azért felvehetitek vele a kapcsolatot, a kártyák megrendelhetőek. És megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt ez a kép jelenti a ravasz rókát.
Itt lehetnek negatív gondolatok, például, ha ebből úgy sem lesz semmi, vagy lehetnek negatív érzelmek, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, de lehet egy hamis személy is, aki úgy figyelgeti, irigy rá, mert végül is ő a király. Itt a nap látható, itt kitisztulnak bizonyos dolgok, sőt, ő átlát ezen a hamisságon. Amit a nap még jelent a vonzalom kettőtök között, vagy megvilágít téged, látni akar téged. Itt van a kulcs. Jelenti a magabiztonságát, azt is, hogy lezár valamit. És ezzel a kulccsal nem csak, hogy lezár valamit, hanem egy időben kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség számotokra. Itt látható egy levél, és vár arra, hogy jelentkezz nála, de azt is jelenteti a kép, hogy ő fog írni neked. Más élet területeken a levél jelenthet egy szerződést, bérleti szerződést, adásvételi szerződést, vagy munkahelyi szerződéseket is. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni, de jelenti a gyógyító erőt is, hogy itt rendeződnek a dolgok, de kell egy kis türelem, hiszen a fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, hasonlóan a fához, de lehet egy hölgy is. Mivel itt hátat fordít valakinek, vagy lezár valamit, a képek azt jelentik, hogy ő lezárja a kapcsolatot ezzel a hölgyel, vagy már lezárta. Itt ezzel a kaszával, illetve sarlóval el lehet vágni valamit, például ezt a kapcsolatot, vagy a félelmeket. Amit a kártya még jelenthet, hogy történik valami, ami a hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre, mert meglep téged, közeledik hozzád, mint egy győztes. Itt láthatóak az utak, útban van hozzád, de jelentheti a döntéseket is, amikor majd elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt vannak még viták, félreértések valakivel, de ezeket a dolgokat ő le akarja zárni. És a te jelenlegi helyzeted. Itt megjelenik a virágcsokor, hogy tudja azt, hogy mennyire ápolt vagy, és bámult téged a szépséged miatt. Jelenteti a szép környezetet, vagy a kreatív tevékenységet is, amit a virágcsokor még jelent, hogy közeledik hozzád, és megajándékoz téged. És ez volt az általános jóslás. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam az 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, vagy tetszenek a kártyák, örülnék annak, ha ezt leírnátok a kommentárba. Annak is örülnék, ha lájkolnátok a videót, vagy jelentkeznétek a csatornámra. Köszönöm szépen!
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.